Művészet forradalom, de nem minden forradalom művészet, mondta a híres francia séf, Avis mikor for föl, és visszatette a szentjavak kagylókat a szubidáróba. Amit azonban az elmúlt évezredek történetei alapján elmondhatunk, az igaz forradalmok mozgató rugója a harmóniára törekvés, sőt, maga a harmónia az igazi forradalom. Minden harmónia művészet, de nem minden művész harmónia. Ezt nem mondta senki, ezt a hülyeséget én mondom. Woody Allen, az idősödő nagyvárosi agytekervény eszencia, például így fogalmaz eme tárgykörben. Gyerekként egyszer elvesztem, és megkérdeztem egy rendőrt. Segítene megkeresni a szüleimet? Mire a rendőr? Nem is tudom, annyi helyre elrejtőzhettek előled. Az ember alapvető igénye az összhangra törekvés. Ha nincs harmónia, nincs egyensúly, borul a bili, lángra kap a reménytelenség, legjobb esetben is benéz egy kápoly a belső szobába, és így szól. Mi van, Billy, kiborultál? Ha tudunk nevetni, van esély. És ha már költőként lettem beharangozva a Facebook eventen, hadd citáljam ide egy rövid írásomat, az a címe, hogy előre nosztalgia. Keres valami találó képet, persze, mint a filmeken, olyan legyen a hangulat, sóhajts mély ekét, teremts békétséget, felejts, főleg azt, aki leszel, roppantsd össze a repülni nem tudó madár nyakát, a csirkefejet dobd a lefolyóba, hadd ugúljon el, a patkányok majd ezt is megoldják. Nincs lezárása, nincs folytatása, pont olyan, mint minden, egyszerre van. Nehéz megszokni, pláne megtanulni, hogy a jó és a rossz különféle vektorai folyamatosan egyszerre vannak jelen külső és belső világunkban is. Így kell harmóniát teremtenünk elsősorban önmagunkban, aztán megpróbálni körülöttünk is. Első ránézésre számomra három dolog nyilvánvaló Laci képeiből, a szakmai tudás, a vele született képességek és a harmónia ötvözete. Kis ujjában van a fotografálás minden technikai részlete, légies könnyedséggel használja az alkotásra alkalmas, meglehetősen súlyos gépeket, eszközöket. Rátermettsége magától értetődő, nem csak nekünk, a képek szemlélőinek, hanem érezhetően a művész számára is, ami, úgy gondolom, rendkívül szerencsés tudatállapot, ebbe vélhetően a sorskeze épp úgy bejátszott, szerencse és némi kegy által, mint a személyesen elvégzett munka, szorgalom és kreativitás. A tudást és a tehetséget pláne együttállásuk esetén hajlamosak vagyunk túlmisztifikálni, főleg kicsit silányra sikeredett korunkban, ahol a valós képességekkel megáldott emberek, mintha valamiféle isteni kinyilatkoztatás részesei lennének. Nem mintha régebbi korokban ne emelték volna piedesztára az alkotó szellemet, mégis valahogy a mai forgatagban nagy számban tűnnek fel a maguk vagy mások által egyfajta profétai, megmondó szerepkörben tetszelgő aktuális csillagok. Laciban és képeiben éppen azt szeretem, hogy az ilyen típusú pózoktól, sallangtól, maníroktól teljesen távol tudta tartani a belső világát, olyan magától értetődőek számára a vele született adottságok, mint amikor az ember reggel kiszalad néhány zsemléért a boltba. Éppen a profán egyszerűség miatt említettem, hogy a sors keze is kell egy ilyen szerencsés együttálláshoz, mert Laci életéből jól látható, hogy fiatal tini korától a mai napig nagyjából lineáris pályát sikerült befutni a munkafronton. Ezzel szeretett foglalkozni, ezt tanulta, aztán ebben helyezkedett el, ebben a munkában ért el sikereket, majd sokak által elismert alkotóvá ért. Az egyszerűség azonban nem eszköz, hanem cél. Egy filmből vett idézet szerint nem is olyan egyszerű egyszerűnek lenni. Laci művészetében az egyszerűség gyakran magától értetődő, de nekünk, akik csak a végeredményt, a képeket látjuk, megfoghatatlan élményt és tapasztalatot jelentenek a fotográfiái. Nem véletlen a művészeket kísérő misztikum, tekintve, hogy az emberre született ajándékok, adottságok természetéről és eredetéről valami kevés ismeretünk van. Most mégis felvázolnék egy értelmezést, mert nagyon tetszik a most következő, emberi géniuszról alkotott példázat gyakorlatias, mondhatni realista mi volta. Legtöbben tisztában vagyunk vele, hogy a tehetséget más szóval talentumnak szokás nevezni. Talentumnak. Nem tudom, hányan vannak önök közül, akik azzal is tisztában vannak, mit jelent ez a szó talentum.
Ez egy ókori súlymérték, amely ezüst kb. 43,5 kg-ot jelöl, egy arany talentum pedig kb. 49 kg-ot. Nos, ha valakinek tehetség, azaz talentum adatot, minimum ekkora kincsen rendelkezik a szívében. És van még egy izgalmas vetülete mindennek, a történet szellemi fizikája. Képzeljünk el magunkon egy 45-50 kg-os hátizsákot, amit egész életünkben magunkkal kell cipelni. Éjjel-nappal. Egyértelmű, hogy ilyen körülmények között az ember nem ugrahut rá könnyedén a különböző területek közt. Ez a súly mindig abba az irányba fogja vinni, húzni, amire adatott neki. Olyan, mint egy hatalmas mágnes, az ember egész személyiségét, gondolkodásmódját vonza, húzza abba az irányba, ahol lennie kell, ahol ki kell teljesednie. Meg is szoktuk jegyezni az ilyen alakokkal kapcsolatban, hogy fajsúlyos személyiség. Olyan ez, mint a vitorlásokon a tőkesúly. Hiába keveredik viharos szituációkba, szinte lehetetlen felborítani, mint a Kejfel Jancsi mindig talpra áll. Én a falakon lévő képek és Laci egyéb munkái, de személyes ismeretség alapján is úgy látom, hogy egy ilyen alakkal van dolgunk. Bátorítanám is, hogy kezdje el másodvirágzását, és fektessen több energiát, figyelmet művészi tehetségébe, mert a fotói alapján egyértelmű, hogy olyan levegő könnyedséggel bánik a fényekkel, ami csak a legjobb tudásbeli technikai felkészültségű és az ihletett belső intuíció együtteséből származhat. És ha már a sorsot szóba mertem hozni, valószínűleg az sem véletlen, hogy az elmúlt időszakban épp egy olyan nőt sodort az útjába a sors keze, aki a maximumot ki fogja hozni belőle, minő véletlen épp művészi vonalon. Érdemes ezekre odafigyelni, mi meg majd figyelünk Laci képeire. Remélem ő is becsüli, hogy nem a felvonulás téren üvöltjük éppen a Scorpionstól, hogy wind of change. Boldog születésnapot, Laci! Kiállítást ezzel!